Sziasztok! Gyakoroljunk hasonlósággal kapcsolatos feladatokat. Kezdjünk is az első feladathoz. Egy trapéz alapjai 10 és 7 egység hosszúak. Szárai 4 és 3 hosszúak. Szárait meghosszabbítjuk, ekkor keletkezik egy háromszög felül. Mekkora ennek a kicsi háromszögnek a kerülete? Hát készítsünk egy ábrát, egy vázlatos ábrát, erről a trapézról. Hát a trapéz az egy olyan négyszög, aminek van párhuzamos oldalpárja. Hát én ezt használtam ki, és ennek a trapéznak ugye megrajzoljuk a szárait, sőt még meg is hosszabbítjuk. Ezt is megrajzoljuk, és ezt is így meghosszabbítjuk. Hát belemászunk a feladatba, de nem baj. Így né. Na, és akkor azt kérdezzük, hogy mekkora ennek a kicsi háromszögnek a kerülete. Hát mit tudunk? Azt tudjuk, hogy az alapjai 10 és 7 egység hosszúak. Ezt jelöljük be a rajzunkba, miszerint ez itt 10, ez pedig 7 egység hosszú. Aztán a szárai 3, illetve 4 hosszú, hát ez a hosszabbik szár, ez legyen 4, ez pedig 3 egység hosszú. Hát tudnám a kerületet megmondani, hogyha ismerném ennek a kicsi háromszögnek az oldalait, ez legyen itt x, és ez pedig legyen itt y. Azt tudom, hogy ez a kicsi háromszög hasonló erre a nagy háromszögre. Miért? Azért, mert mind a két háromszögnek ez itt egy közös szöge. Azt is tudom, hogy ez a szög megegyezik ezzel, hiszen ezek egyállású váltószögek. Valamint, hogyha két szög megegyezik, akkor a harmadik szögeknek is ugyanakkorának kell lenni, mellesleg ezek is itt egyállású váltószögek. Na most megállapítottuk, hogy a két háromszög hasonló. Hasonló a kicsi a nagyra. Ekkor azt mondjuk, hogy a két háromszög hasonló, akkor a megfelelő szakaszok aránya állandó. Tehát mondjuk a jobb oldal és az alap aránya az a kicsiben is, meg a nagyban is megegyezik. Vagyis a jobb oldal az az y, az alap pedig a 7, tehát y úgy aránylik a 7-hez, ugye a kis háromszöget nézzük, most a nagy háromszöget vizsgáljuk, a nagy háromszög jobb oldala, ez a távolság, ez itt y meg 4, ez egyenlő y meg 4, és a nagy háromszög alapja pedig 10. Ha helyesen felírtuk az arányokat, akkor észrevesszük, hogy ez egy egyenlet, és ennek a megoldása a következő lesz. Hát beszorzunk a nevezőkkel, tehát beszorzunk 10-zel, és beszorzunk 7-tel is. Ekkor 10y egyenlő, 7-szer az y meg 4. És akkor felbontjuk jobb oldalon a zárójelet, vagyis 10y egyenlő, 7y meg 28. Ugye 7x y és 7x 4, elveszünk mindkét oldalból 7y-t, vagyis egy oldalra rendezzük az ismeretleneket, ekkor 3y egyenlő 28, és innen kapjuk ugye 3-mal való osztással, hogy y egyenlő 28 harmad. Na most ugyanúgy a az x-et is megfejthetjük, hogy ugye a bal oldal az alaphoz úgy aránylik, mint a másik bal oldal a másik alaphoz. Tehát most például a bal és az alap arányát írom föl, tehát a kicsi és a nagy aránya az meg kell, hogy egyezzen. Vagyis x úgy aránylik a 7-hez, azaz x a 7-hez úgy aránylik, mint ugye a nagy bal oldal a nagy alaphoz.
vagyis a nagy baloldal az ugye az x és a 3 összege, azaz x meg 3, az alapja pedig 10. Hát itt is felszorzunk a nevezőkkel, beszorzunk 10-zel és beszorzunk 7-tel, ekkor 10x egyenlő 7-szer x meg 3, fölbontjuk a zárójelet, 10x egyenlő 7x meg 21, egy oldalra rendezzük az ismeretlen x-eket, vagyis 3x egyenlő 21-el, és osztunk 3-mal, így ez nem más, mint x egyenlő 7 egység. És akkor a kerület volt a kérdés. A kerületünk nem más, ugye kerüljük meg ezt a háromszöget az oldalai mentén. Ugye van neki x, 7 és y, vagyis x meg 7 meg y. Ezt azért kell így felírni, mert hogyha elszámoltad itt menet közben valamelyik oldalt, akkor ez alapján, hogyha jót írtál be, vagyis a rosszat helyettesítetted be, akkor ez a gondolat itt helyes maradhat. És akkor innen ez tovább egyenlő behelyettesítés után x-re írom, hogy 7. Aztán van itt egy másik hetesünk, az az alap, és van itt nekünk még az y-unk, az pedig 28 harmad. Vagyis a 7 egész az ugye 21 harmad, és ez is 21 harmad. 21 meg 21 az 42, meg a 20 az 62, meg 8 az 70 és harmad. Vagyis a háromszög kerülete 73 hosszú. Írjuk le a válaszunkat, tehát a háromszög kerülete 73 hosszú. Ne találjunk ki neki centimétert, meg fényévet se, semmilyen egyebet, hiszen egységek voltak megadva, úgyhogy egység is lesz a válasz. Oldjuk meg a második feladatot is. Van egy háromszögünk, aminek oldalai 10, 12 és 14 hosszúak. A 12 egység hosszú alappal húzok egy párhuzamost úgy, hogy a leghosszabb oldalt a csúcstól 4 egységre messe. Ez a párhuzamos vonal az eredeti háromszöget egy háromszögre és egy trapézra osztja. Mekkora a trapéz kerülete? Hát vázoljunk föl egy háromszöget, és írjuk bele az oldalakat is. Hát lehetőleg ne szabályosat, de ez is jó lesz. Tehát a háromszög alapja az 12 egység hosszú, ez az alapja, akkor a többi kettő az 10 és 14 hosszú. És azt mondtuk, hogy a leghosszabb oldalt a csúcstól 4 egységre messe, tehát innen, ez itt a csúcsa, 4 egységre messe el egy párhuzamos, vagyis ez itt 4 és 10 egységre osztja ezt a szárát a háromszögnek. Hát akkor rajzoljunk bele egy közel párhuzamosat, ez úgyis csak egy vázlat, és akkor a kérdésünk az, hogy az itt keletkezett trapéznak mekkora a kerülete. Hát ez itt x, ez pedig y, és ezt itt nem ismerjük. De majd megismerjük, mert a kerület számításhoz ez itt kell, úgyhogy ezt z-vel jelöltem. Hát kezdjünk a feladathoz. Van itt két háromszögünk, egy nagy és egy kicsi. A kicsi és a nagy háromszög hasonlít egymáshoz, hiszen, mint az előbbi feladatban, ez a csúcs itt közös, ez meg ez ugyanakkora, hiszen ez a két oldal párhuzamos, ezért ezek a szögek egyállásúak,
valamint ugyanezért ezek a szögek is ugyanakkorák, és hogyha háromszögeknek a szögei ugyanakkorák, akkor azok hasonlóak. Megfejtjük először a Z hosszúságot. A kicsi háromszög alapja úgy aránylik a jobb oldalhoz, tehát az alap és a jobb oldal aránya, vagyis a Z úgy aránylik a 4-hez, azaz Z per 4, mint a másik alapja a másik jobb oldalához. Vagyis ez az alap 12, az pedig 14. Tehát mint 12 a 14-hez. Tehát a kicsi alapja úgy aránylik a jobb oldalhoz, alap és az a jobb oldal aránya, itt is alap és a jobb oldal aránya. Ezek az arányok meg kellenek, hogy egyezzenek, hiszen a háromszögek hasonlók. Beszorzunk 4-jel, innen kapjuk, hogy Z egyenlő 12 × 4 per 14, vagyis ez 48 1/4, amit itt lehet egyszerűsíteni, ugye 2-vel, azaz 24 heted. Hát ez a Z hosszúságú szakaszunk, vagyis ez itt 24 heted. Hát akkor most már meg kéne fejtenünk itt az Y-t vagy az X-et, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Az X megfejtéséhez használjuk föl azt, hogy ez az egész oldal 10 hosszúságú, és ugye, ha ez itt x, akkor ez itt 10 minusz x, bár minket az x nem érdekel, mert a trapéz kerülete kell, úgyhogy fordítsuk meg, ha ez itt y, akkor ez itt 10 minusz y. Tehát az x-ünk az 10 minusz y. És akkor felhasználva a párhuzamos szelők tételét, párhuzamos szelők tétele, hát azt fogjuk felhasználni, hogy is szól a tétel, úgy, hogyha van egy szögszárunk, és azokat párhuzamosokkal elmetszük, akkor a szögszárakon keletkező szakaszok aránya megegyezik a megfelelő szakaszok arányával. Tehát x úgy aránylik a 4-hez, vagyis itt a 10-ből y-nal jelölt szakasz úgy aránylik a 4-hez, mint ez a szakasz ehhez a szakaszhoz, vagyis y a 10-hez. És akkor kaptunk egy egyenletet, ezt kell csak megoldjuk. Beszorzunk 10-zel, és beszorzunk 4-jel is. Ekkor 10-szer 10-ből y egyenlő 4y. Felbontjuk a zárójelet, 100-10y egyenlő 4y. Mindkét oldalhoz 10y-t hozzáadunk, akkor 100 egyenlő 14y-nal, és osztunk 14-jel, innen y egyenlő 114, vagyis ezt tudjuk kettővel egyszerűsíteni, akkor ez itt 57. Az volt a kérdés, hogy ennek a trapéznak mennyi a kerülete. Hát most már tudjuk, hogy ez itt 57. Kerüljük meg a trapézt, kerület egyenlő, ugye úgy számítjuk ki, hogy körbe összeadjuk az oldalakat, kezdjük ezzel a z-vel, vagyis z meg y meg a 12, meg itt ugye ez nem más, mint 14-ből 4, ami egyébként itt 10-et adott nekünk eredményül. Azaz, helyettesítsünk be, a z-re kaptuk, hogy 24 heted, meg
Az y-ra kaptuk, hogy 50 heted, meg volt nekünk 12 alapból, és volt nekünk ugye 10 a trapéz szárából. Hát adjuk össze, ugye a hetedeket, hogyha összeadjuk, az ugye 24 meg 50, az 74 heted. Ugye ez itt 22, vagyis 22 szer 7, az 154 heted, és ennek az értéke pedig 228 heted. Vagyis válaszolva a kérdésre, a trapéz kerülete 228 heted. És akkor ezzel a feladatot megoldottuk. Rajzoljunk most egy derékszögű háromszöget. Rajzoljuk be a C átfogóhoz húzható magasságot is. Ez ugye merőleges az alapjára. Ekkor én ezt a pontot elnevezem T-nek, és itt berajzolom ezt a derékszöget is. És akkor figyeljük meg ezeket a háromszögeket, keletkezett itt összesen három darab háromszögem, mind a három derékszögű. Van az ATC kis háromszög, van a CTB kis háromszög, és természetesen az ABC háromszög. Azt állítom, hogy ez a három háromszög egymásra hasonló. Miért is? Hát ugye nézzük meg, ez itt a béta szög, ez itt a béta szög, az A csúcsban pedig alfa szög van. Na most, hogyha ez itt az alfa szög, akkor ugye azt tudnunk kell, hogy alfa meg béta meg a 90 fok, ugye alfa, béta meg a 90 fok, az ki kell adja a 180 fokot. Vagyis ebből következik, hogy az alfa meg a béta szög összesen 90 fokot kell adnia eredményül. Na most, hogyha itt alfa van, meg van itt egy 90 fokos szögem, ezért ennek a szögdarabnak muszáj bétának lennie. És hasonlóan ez a szögdarab, ugye béta meg az alfa együtt ki kell adja a 90 fokot. Vagyis, hogyha a háromszög szögei megegyeznek, akkor azok a háromszögek hasonlóak. Vagyis mind a háromszög, mind a három darab háromszög hasonló egymásra. És hogyha ezek a háromszögek hasonlóak, akkor a megfelelő oldalak aránya állandó. Vagyis nézzük meg a béta szögre a hasonlóságot, tehát a befogó per átfogó, tehát a bétára a befogó és az átfogó arányát írjuk föl. Ezt én itt elnevezem mondjuk P-nek, ezt pedig Q-nak. Vagyis ez a Q ez az AT, a P pedig a TB szakasznak a hossza. Hát nézzük bétára, befogó per átfogó, tehát a BTC háromszöget, ha vizsgáljuk, a P per A az megegyezik, ugye most a nagy háromszögre nézzük, befogó per átfogó, azaz A per C-vel. Na, A per C. És innen, ugye, hogyha keresztbe felszorzunk, P szer C egyenlő A négyzet, és innen az A az egyenlő négyzetgyök alatt P szer C-vel. Vagyis ez a befogó egyenlő a befogó átfogóra eső vetület és az átfogó
mértani közepével, ugye úgy mondjuk, hogy ez mértani közép, két szám szorzatának a négyzetgyöke, az a két számnak a mértani közepe, szakasznál is ugyanúgy van, két szakasz hosszának négyzetgyöke, az a szakaszok mértani közepe. Tehát a P szakasz és az átfogó teljes szakaszának mértani közepe, az a P fölötti befogónak az értéke. Hát akkor nézzük meg az alfára is. Alfára is nézzük meg a háromszöget. Vagyis itt is írjuk föl a befogó per átfogó arányt. Befogó és az átfogó az alfára. Tehát a kis háromszög befogója, azaz a Q úgy aránylik a B-hez, Q per B egyenlő, mint a nagy háromszög, tehát az ABC háromszögről beszélek most, mint a nagy háromszög alfára eső befogója, vagyis a B és az átfogó aránya az C. B per C. Hát itt is szorozzunk föl a nevezőkkel, vagyis beszorzok B-vel és beszorzok C-vel, azaz Q-szor C egyenlő B-szer B, azaz B a másodikon, és négyzetgyökvonás után kapom, hogy B egyenlő négyzetgyök alatt Q-szor C. Hát ez pedig ugye megint egy mértani közép, vagyis a Q, vagyis a B befogó átfogóra eső vetülete és az átfogó mértani közepe, az nem más, mint az eredeti derékszögű háromszög B befogója. Hát ezeket úgy hívjuk, ugye mivel befogók szerepelnek benne, hogy ez a befogó tétel. Tehát ez a B befogóra való tétel, és ez pedig az A-ra való befogó tétel. De nem csak a kicsi háromszög hasonló a nagyra, az ATC, valamint a TBC háromszög a nagy háromszögre, hanem egymásra az ATC és a CTB is hasonló egymásra. Tehát az ATC háromszög hasonló a, tehát ez az ATC háromszög hasonló a CTB csúcsok által határolt háromszögre, vagyis a CTB háromszögre, ez meg a hasonlónak a jele. Hát azt már mondhatjuk, hogy ugye befogók arányai, azok rendre megegyeznek. Vagyis az alfa és a alfára illeszkedő befogó úgy aránylik a bétára illeszkedő befogóra, tehát alfa, béta, ezt így idézőjelben, nem a szögek arányáról van szó, hanem ugye az alfára illeszkedő befogó úgy aránylik a bétára illeszkedő befogóra, ez itt a magasság, tehát Q úgy aránylik az M-hez, mint ugye a másik, ugye befogók aránya, tehát az alfára illeszkedő befogó és a bétára illeszkedő befogó, tehát M a P-hez. És itt is kölcsönösen beszorzunk, vagyis beszorzunk P-vel és beszorzunk M-mel, ekkor Q-szor P az egyenlő M a másodikon. És négyzetgyökvonás után kapjuk, hogy M egyenlő négyzetgyök alatt Q-szor P. Vagyis az átfogó szeleteinek mértani közepe az a derékszögű háromszög átfogójához húzható magasság. És mivel ebben a tételben a magasság szerepel, ezért ezt úgy hívjuk, hogy magasságtétel.
ami szigorúan csak derékszögű háromszögben érvényes. Hát ezeket fogjuk felhasználni a következő feladatokban. Következő feladatunk. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 15 cm, az átfogóhoz húzott magassága pedig 12 cm. Mekkora a háromszög kerülete? Rajzoljuk meg ezt a háromszöget, vázoljuk föl. Ez egy derékszögű háromszög. Hát egy jó rajz az mindig sokat ér. Hát hogyha ez derékszög, akkor próbáljuk meg legalább a látszatot kelteni. Tehát van az A, a B és a C oldala. C jelöli az átfogót, és ugye az átfogóra eső merőleges az itt a magassága. Tehát ez itt egy merőleges, ez pedig egy magassága. A magasság megvan adva, hogy az 12 cm, tehát ismerjük a derékszögű háromszög magasságát, én ezt megvastagítom, és ismerjük az egyik átfogó, egyik befogót is, hát az 15 cm, hát akkor ez legyen a 15 cm-es befogó. A egyenlő 15 cm. Hát ez itt most nekünk legyen P, ez pedig legyen Q jelzésű. Hát amit innen azonnal ki tudunk számolni, az az átfogónak a P darabja, az egy Pitagórász tételből következik, hiszen befogók négyzeteinek összege az az átfogó négyzetével egyezik, vagyis M négyzet meg P négyzet egyenlő A négyzette. Hát így szól a Pitagórász tétele erre a kis háromszögre. Hát el is nevezhetjük itt a betűket. A-val szemben van az A csúcs, B oldallal szemben a B csúcs, C oldallal szemben a C csúcs, és ezt a T-t elnevezem, ezt a magasság tartpontját T-vel jelölöm. Tehát itt akkor megvan a háromszögünk, a CTB háromszögre fölírtuk a Pitagórász tételt, helyettesítsünk be, vagyis 12 cm a négyzeten, meg P négyzet az egyenlő 15 cm-nek a négyzetével, kiszámolva 12-nek a négyzete az 144 négyzetcentiméter, meg P négyzet, ez egyenlő a 15-nek a négyzetével, a 225 négyzetcentiméterrel. Mindkét oldalból 144-et elveszünk, ekkor P négyzet egyenlő 81 négyzetcentiméter, ahonnan P az 9 cm egy gyökvonás után. Hát annak nincs értelme, hogy a P az mínusz 9 cm legyen, hát itt a gyökvonásból lehetett volna, de itt a feladatunkban ez egy értelmetlenség, úgyhogy be is írhatjuk, hogy megvan a P, az pedig 9 cm hosszú. Na most már ezek után ebből a derékszögű háromszögből mindent ismerünk, hát jó lenne tudni, hogy mekkora az átfogó. Azt pedig egy befogó tétellel hamar meghatározhatjuk, hiszen az A befogót ismerjük. A befogó tétel az úgy szól, hogy a befogó egyenlő az befogó alatti átfogó darab, vagyis P, és az egész átfogónak a mértani közepe, tehát P szer C a gyök alatt. Ebből innen csak C-t nem ismerjük, helyettesítsünk be. Igazából centiméterek elhagyhatók, hiszen itt mindenhol csak centiméterekben dolgozunk. Tehát 15 egyenlő négyzetgyök alatt, ugye a P az 9 szer C. Emeljük négyzetre mindkét oldalt. Ekkor ugye
225 egyenlő 9 szer c, itt négyzetre emeltünk, és akkor osztunk 9-el, és eredményül mi meglepő, hát mit kapunk? Vagyis 225-ben a 9 az 25-ször van meg, tehát innen 25 cm a C oldal hossza. Na most tudjuk, hogy a C oldalt azt együtt a P és a Q összege adja ki, tehát P meg Q egyenlő a C-vel, vagyis P helyére 9, meg Q egyenlő ugye a 25-tel, és innen a Q az 16 cm. Persze mondhatnánk, hogy de mi csak a kerületet akarjuk meghatározni, tehát miért nem írunk föl egy Pitagórász tételt? Hát azért, hogy gyakoroljuk a másik befogó tételt is, hogy azt is alkalmazzuk, vagyis B befogó egyenlő, ugye a B alatti vetület, átfogónak a darabja, tehát Q szor az egész átfogó, vagyis még egyszer a B befogó, az megegyezik az alatta lévő Q és az egész átfogó mértani közepével, tehát négyzetgyök alatt Q szor C. Ezt akkor, hogyha behelyettesítünk, ez négyzetgyök alatt, ugye Q helyére 16 cm szer C helyére 25 cm-t írok, és ekkor ugye 16 x 25 az 400 négyzetcentiméter, ami egyébként ugye gyökvonás után 20 cm-t ad. És a kérdés a kerület volt, a kerületet úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk a háromszög oldalait, A meg B meg C, azaz az A oldalunk volt 15 cm, meg a B oldalt most kaptuk meg, hogy 20 cm, meg a C oldalt ugye már kiszámítottuk, hogy az 25 cm, vagyis 15 meg 20 az 35, meg 5 az 40, meg a 20 az 60 cm, és válaszolva a kérdésre, hogy mekkora a háromszög kerülete, a háromszög kerülete 60 cm, és megoldottuk a feladatot. Negyedik feladatunk következik. Egy derékszögű háromszög befogói 7 cm és 24 cm hosszúak. Mekkora részekre osztja az átfogót az átfogóhoz húzott magasság, illetve mekkora a magassága? Hát egy jó rajz az mindig sokat ér. Akkor jó a rajz, hogyha minden adatot, illetve a kérdést is tartalmazza. Hát vázoljunk föl egy derékszögű háromszöget, vagy legalábbis egy derékszögűnek látszó háromszöget. Jelölje A és B a befogót, C pedig az átfogót, rajzoljuk be a magasságot is, ami derékszöget zár be az alappal. És akkor keressük a P-t és a Q-t, hogy mekkora részekre osztja ez az átfogóhoz húzott magasság az átfogót, tehát a P-t és a Q-t keressük. Mi az, amit ismerünk? Hát ismerjük a befogókat, tehát ezt, illetve ezt a két befogót. Írjuk is be az adatot, hogy ez itt mondjuk 24 cm, emez pedig 7 cm. Keressük a magasságot, illetve P-t és Q-t, hát gyakorlatilag C-t. A C-t azonnal meghatározhatjuk az átfogót, ugye azt egy Pitagórász tétellel,
rögtön meg is mondjuk, mi szerint ugye az A és a B befogók, ugye A négyzet meg B négyzet az egyenlő a C négyzettel, lehagyhatom a mértékegységeket, vagyis 7 négyzet meg 24 négyzet az egyenlő C négyzettel, 7 a másodikon az 49, meg 24 a másodikon az 5-ös 176, egyenlő C négyzettel, e kettő összege 49 meg 576 az 6-os 125, egyenlő C négyzet és gyökvonás után C az 25, mégpedig ugye centiméter. Tehát C az 25 centiméter hosszú. Hát nem volt kérdés, de azért enélkül nehéz megállapítani bármit is. Hát használjuk föl a befogó tételt a P-re. Vagyis a B befogó az egyenlő, ugye a P és a C mértani közepe. Tehát a P-nek az átfogóra eső merőleges vetülete és az átfogó mértani közepe. Tehát négyzetgyök alatt P szer C. Ekkor behelyettesítés után B helyére írom, hogy 7 egyenlő négyzetgyök alatt P szer, hát C helyére pedig, hogy 25. És emeljük négyzetre mindkét oldalt, 7 a négyzeten az 49, és ugye ez gyök nélkül P szer 25, és 25-tel osztva P egyenlő 49 25-öd. Hát aki ragaszkodik a tizedes törtekhez, az átírhatja, kiszámolhatja, hogy 49 osztva 25 az mennyi. Hát igen, 49 25-öd, vagyis 1,96 század. De nem kötelező így, ha megadott, teljesen jó. Tehát P egyenlő 1,96 század centiméter. Jó, hát most már egy kivonással megkaphatjuk, hogy mennyi a Q. Q értéke ugye kivonással, hogy 25 cm, vagyis az egészből, ha levonom a P-t, akkor megmarad a Q. Vagyis 25 cm-ből az 1,96 cm az 23,04 század cm. Na de hát szeretném, hogyha gyakorolnánk a befogó tételt, tehát most írjuk föl az A-ra is a befogó tételt. A egyenlő, az A-nak az átfogóra eső merőleges vetülete az Q, és ugye a C mértani közepével fogjuk kiszámítani, tehát négyzetgyök alatt Q szor C, és akkor helyettesítsünk be A helyére. 24 egyenlő gyök alatt ugye Q szor C helyére pedig 25. Emeljük négyzetre mindkét oldalt, ekkor 576 egyenlő Q szor 25, és osszunk el 25-tel, tehát innen Q egyenlő 576 25-öd. Hát aki tizedes törtre akarja átérni, megteheti, elosztjuk az 576-ot 25-tel, ugye az 576 25-öd, de tizedes tört alakban 23,04, hát pont annyi, amennyit itt kivonással is kaptunk, hát nem is lehetne más az eredmény, hiszen ugyanarról a szakaszról van szó. Megvan a Q is, és akkor mekkora szeletekre osztja, akkor válaszoljuk meg, tehát a magasság az átfogót 23,04 cm, illetve 1,96 cm hosszú szakaszokra osztja.
Jó, hát akkor erre a kérdésre válaszoltunk. Van még egy megválaszolatlan kérdésünk, hogy mekkora ennek a háromszögnek a magassága. Hát használjuk fel a magasságtételt, ha már van nekünk ilyenünk, és a magasság az nem más, mint az átfogó szeleteinek mértani közepe, vagyis a P és a Q szorzatának négyzetgyöke. Vagyis négyzetgyök alatt P-szer Q. És most engedjétek meg, hogy ne tizedes törtet használjak, hanem a nevezős törteket. Tehát négyzetgyök alatt ugye a P értéke 49,25-öd, szorozva Q értéke 576,25-öd, 25-öd, és akkor ezeknek itt a számok szorzatának négyzetgyöke, hát mit fog adni eredményül? Hát ugye tényezőnként vonunk gyököt, vegyük észre, hogy itt csupa négyzetszámok vannak. Hát 25-ször 25 az 625, és annak a gyöke az 25. A számláló az 49, annak a gyöke 7. A számlálónak, ugye az 24-nek a négyzet az 576, tehát akkor a gyöke 24. Erre még visszatérek, de kiszámítva, hát 7-szer 24, 25-öd, vagyis 7-szer 24 osztva 25-tel eredményű 168,25-öt ad. És aki még mindig ragaszkodik a tizedes törtekhez, annak ugye ez 6,72. Na most, ezt máshogy is ki lehetett volna számolni, nem csak magasságtétellel, lehetett volna itt írni mondjuk egy Pitagórász tételt is, de vagy egy másik Pitagórász tételt erre a háromszögre, az is helyes eredményt adott volna. De ha ismerjük a háromszöget, hogy ez egy derékszögű, akkor képzeljük el, hogy a terület az ugye A szor B per 2, ugye a befogók szorzatának fele, hogy a két befogó egy téglalapot feszít ki, és annak az átlója felezi a területet. De ugyanúgy a területet kiszámíthatjuk, hogy a C oldalhoz, vagyis az átfogóhoz húzott magasság és az átfogó szorzatának a fele. Tehát alap szor magasság per 2, vagyis C alap szor hozzátartozó magasság per 2. És innen az következik, hogy A szor B az egyenlő C szerem, de szigorúan csak derékszögű háromszögben, és akkor A szor B per C az adja ki a magasságot. Hát ha behelyettesítünk ide, az A volt ugye 24, a B volt 7, és a C-re 25 jött ki. Hát ez itt rendre megegyezik. Úgyhogy ezért álltam itt meg, akár egy területképletből is azonnal kaphattuk volna a magasságunk értékét, de Pitagórász tételből is teljesen mindegy, az eredmény legyen jó. Ezzel a feladatot megoldottuk.